Hello, bello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornában, folytatjuk az Unturned végigjátszás, vagyis gameplay sorozatot, tudjátok, ezzel a játékkal például úgy vagyok, hogy egyszerre akár le tudok tolni 5-6 gameplayt is, mert annyira kurvára tetszik, nem tudom ez hogy van. Az ott mi ott tudó olyan? Nézzétek ott. Az olyan stég. És hol van a híd? A Nanut. Erre még nem is jártam, fiúk. Ott meg elmentem valami táblamenet. A faszomat már, össze-vissza megyek. Na, mit akartam? Ja, erre még szerintem nem voltunk a játékban, tehát akkor körülnézünk, ugye már van lakásunk, úgymond, ez mi? Basszátok meg, katonai bázis! Ez lesz a katonai bázis. A bázis. El kell ütni minél többet autóba, akkor nagyobb lesz az esélyünk a túlélésre. Olyan fasza! Oh yeah! És ide nem tudom bejárni, aha. Hey! Mi a fasz? Öcsém, ne üsd a verdát! És fényeztettem újra, ennyi nem. Nyomunk egy kézifékest, az visszajövünk. Ah, ott is egy. Hello! Nem veszek fel, stopposokat! Köcsök! Még a végén megerőszakoltak. Gyertek, gyertek papához. Jó van, na. Ahogy körülnézünk. Tök jó katonai bázis. Ebben van lőszer? Jó, akkor menjünk egy kicsit ezzel, mert azért jó lenne, hogy a távol tartanám magamat ezektől a jáncsiktól. Uá, ide kellett volna bevennem magam a lakásnak. Ez így egy kicsit olyan stílusosabb. Uá! Nem lő! Már megint nincs kibiztosítva, a rohadt pisztolyával. Akkor hogy mennyire egy szar ez a pisztoly? Baseball ütő a király. Ó, gyerekek, meghallották a pisztolyt. Kurva életben, én hülye. Be kellene az autóba szállni, de nincs esélyem rá. Az édes. Félek. Nem azért félek, mert olyan nagyon félek, hanem nem akarok meghalni. És igen, igen, valaki írta egyébként az egyik videó alatt, hogy ez azért single player, nem egy olyan kurva könnyű ez a játék. Azért elég szenvedős, amikor így jön 80 zombi, és akkor így olyan kell csapkodni őket egy baseball ütővel. Oké, okay, jó. De ninja vagyok, ugye? Nézzétek meg. Ninja. Ezzel a baseball ütővel könnyű lehet egy baseball labdát ütni, ilyen négyszög alakú. Jó, el lehet vele találni, biztos. Na, hol vagytok? Meghalott az összes lövét, mi? Oké, okay, jó. Ez nem jók ezek a fegyverek, ha csak nincs belőle a dögivel. Na, már érdemes volt, hogy mi az? Kézigránát? Van olyan a játékban? Na hát azt tudom, az az egy, amit nem fogok kipróbálni. Ahogy ismerem a szerencsét, biztos vagyok benne, hogy egyből így... mit csinálok vele? Hogyan robom magam elé, és akkor meghalok. Instant. Na nézzük, mik ezek a lőgyakorlat téma. Bum! Megint 36% HP, ez nagyon jó állapotban vagyunk megint. Megnézzük, hogy mi van itt fent. Egyébként annyit tanultam ugye, ott már ilyen őrtornyi dolgom. Az a lényeg, ne fussatok fel menekülés céljából ide, mert utána meg, amikor lejöttek, úgyis agyon akarnak verni. Ez mi? Homokzsák, je. Homolyan is, az mire jó? Á, ez jó lesz a bázisomon. Arra nézzetek, meg pisztolypuska. Kézigránát. Ó, hát én olyan nagyon-nagyon beveszem magam oda a házamba, hogy oda nem talál, nem jön be egy zombi sem. Csak tudja, vissza kell ezután menni, nehogy elfelejtsem hol van, és akkor lepukolok, és akkor még fejlesztünk a bázison, oké? Okay? Oké, okay, oké. Okay. Tök jó, nekem nagyon bejön ez, hogy így most már ki tudtam építeni magamnak egy ilyen olyan helyet, ahol így el tudok lenni. Miért a kurva? Ne! A büdös kurva életbe. Tudjátok mi volt? Hát mi lett volna basszus? Elfogyott túl sok, nem volt kaja nálam, vagy valami ilyesmi, megtöktöttem, murdeltem. Honnan szereznek most? Gyerekek egy autót, amivel tudok jutni oda. Kellene nekem a cuccaim, és nem is nincsenek is ott enemik. Úgyhogy, nincsen hátizsákom, gyorsan, gyorsan. Ez megy a levesbe. Ez is megy a levesbe most, ide kidobálom. Oké, okay, és ezzel elmegyünk a picsába, hogy elfelejtettem. Melyikre van kettesre?
Okay. Viszünk izét, megpróbálunk. Mondom, mitől kezd a szűkölni a képek? Erre meg bazd meg. Mi a fasz? Ahú, gyerekek. Jó, a cuccaimat vissza tudom szeretni, nincs semmi gond. Működik ez a jármű? Ahú, működik, kicsit füstös. Nem nagyon látok belőle semmit, hogy merre vagyok. Jó, fasz, gyerekek. Úristen. Hát gyalog nem fog menni, azt tudko. Jaj, mi van itt? Jó, talán gyorsan megyek, akkor így a füst egy hátrafele, jó? Kezdek fulladni a füst az autóval. Ez aztán vicc volt, mi? A javával. Na mindegy, itt volt egy tábla, ezt mondtam egyébként, hogy idáig elhaladtam egy tábla mellett, amit nem nagyon néztem meg, hogy mi a picsa ez itt. Bár mondjuk lehet, hogy ennek a városnak, ahonnan jöttem, annak a... Jó, az autóm is ott maradt. Oké, megvan minden. Ó, de jó, hogy van hátizsákom, meg van lakásom, ahol élek, úgymond. Farm, ahol élek. Mikor nem is egy nagy probléma, ha meghalunk így. Viszont az XP az valószínűleg ugrott, ugye? Meg a skillek, meg minden. Nem tudom, hogy skillre raktam volna. Jaj. Na jó, mindjárt vége itt. Ez epilepszia romat kapok. Na végre, hát a kurva életbe. Na jó, van ugye. Hoztam csákányt, hogyha valami mixer van. Meghaltam. Ugye nem, szomjahaltam úgymond, szerintem az volt, vissza fogom nézni, de szerintem a szomjahalás volt ez. Erre mindig azt hiszem, hogy hálózsák. Ott vannak a cuccaim, ez nagyon hasznos ebben a játékban, hogy azért ott maradnak. És ugye ezt akkor ekvippelni kellene, ezt a hátizsákot. Ah, megy fel. És akkor a ruciimat, ezeket felveszem gyorsan. Kvip. Na, de gyorsabban, na. Nem tudom, hogy egyáltalán valamilyen funkció van ennek a ruciknak, de... Mindegy. Valami még volt, nem? Hol van? Ja, ide. És akkor felveszünk, usánka meg ilyeneket lehet, hogy nem veszek fel. Ezt a homokzsákot felveszem, ez való érdekel. Gránát érdekel. Pisztoly érdekel, ez érdekel. Ez érdekel. A klotokat fel kell venni, mert ugye jó lesz. Ez a base pozitőt imádom. Pusit visszük. Ezt is visszük, zseblámpát visszük, usánkát meg ezt a gatyát, azt nem visszük, ezt nem tudom, ezeket a Viagra tablettákat meg visszük. Oké, és akkor berakom. Baseballzítő nekem ide kell. Meg mit rakjuk? Ez be van lősze? Nézzük meg. Ah, 30 óra lősze a gyerekek. És megint a biztosítás, nehogy kifelejtsük, valamint a kibiztosítás. Na, jó, oké. Kicsit akkor most próbáljunk meg jobban vigyázni magunkra. Ugye örültem volna egy hiteli. Jó, nem vagy kettő, akkor 15 zombi meg lesz. Ajajajajajajaj, én barom, már megint lőttem, és akkor megint jön az összes a környékről. Nem baj, most van lőszerünk. Aha, ott is, jól hallottam, hogy innen is indul, hogy jött egy. Oké, jó, nem baj, ez tök jó volt. Meg kell nézni a lootokat, mert eddig nem is tudtam, hogy lehet lootolni őket, valamelyiket ugye lehet. Ó, itt egy Jeep, Hammer akármi. Itt is szegek, ott az mi? Tabletta, ez biztos jó jön. Szeget viszünk. Mindent elviszek, mert lehet, hogy lehet belőle craftolni, tudjátok. Most úgy vagyok vele, hogy mivel van egy ilyen ház, ahol lakom, nem az van, hogy mindent magamnál kell majd cipelni, hanem tudok így ízélni, így tök jól elleni. Helikopter leszálló pálya. Az mi? Zsírkrét a sárga! Jó, van, adjuk. Jó, oké. Nem baj, ha ide jönnek egyébként, hogyha van lőszeretek, de hogyha például baseball ütővel kell szórakoznod, akkor ne lőjetek egyet, hogyha egy lőszeretek van, mert értitek, akkor az egy nagyon nagy szopás. Így most, hogy ide van ebben egy csomó lősze, hoppá, megint sötétedik. Így most van egy csomó lősze, így merek lövöldözni. Egyébként nem mernök. Meg azért is lövöldözök, most ezt nem bánom, hogy elhoztam azt a lőszert, mert amúgy baseball ütővel tök jól el vagyok. De legalább most gyorsan ki tudom pucolni ezt a kecót itt. Ez mi van itt? Jó, felnézünk ide ezekben szokott lenni jó cucc ezekben a tornyokban. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy megyünk vissza haza. Ez ilyen lámp. Nem is fér el. Na jó, ezt nem viszem el most.
Körülnézzük inkább a többi helyen, hova rakta ezt a fegyvert. Na jó, oké. Még van 14 lőszer, nagyon faszom. Gyorsan körülnézünk. Ez mi? Ó, ez is homokzsák. Ez nagyon jó lesz, ez szerintem be tudom még jobban barikározni magam majd. Ez micsoda? Grill sütő, jó, nem érdekel. Itt még gyorsan. Á, ott egy ilyen hátizsák, ez nem az a... Ez igen, ezt írtátok, hogy ez sokkal jobb, mint amit én használtam. Gyors valamit kidobunk, kidobjuk ezt a csákányt, és ezt felveszem. Aha, igen, tényleg, köszönöm szépen, hogy segít. A másikat elviszem, mivel hogyha meghalok, akkor gyorsan tudok magammal vinni néhány cuccot, mivel ugye lerakom ott majd a házamban. Ez a célom. Basszus, jó ez a játék, fiúk. Komolyan, ugye teljesen ingyenes Steamen. Ott itt van még egy ágy, nem kell még egy ágy, viszont. Teljesen ingyenes és érdemes vele. Robaró vagyok. Nem örülök neki, nem biztos, hogy ez nekem jó lesz, de hát azért majd óvatosan válunk, de mindig félek így az ilyen robbanásos dolgoktól, vagy milyen hülye vagyok, sokszor saját magamat képes vagyok kinyírni. Ja, ott van Steamen, próbáljátok ki mindenképpen, tök jó el lehet lenni, szerintem én nekem tetszik. Ó, ne! Páncél, ilyen még nem is volt. Vedd fel, bazd meg. Ó, hát ez nagyon cool. Viszont már kezd sötétedni. Gyors, menni kellene haza. Ott van egy kicsit elleszünk, ugye ott van a világítás. Minden már kiépítettük a kecót. Elvileg ugye megnéztem minden épületet. Ezt a nagyot is megnéztem, ezeket is megnéztem. Jó. Akkor elvigyük azt a jeepet? Á, bazd meg! Kurva anyád! Darab még nem voltál sehol. Kurva életbe. Büdös. Franc enyeme. Megint is itt morognak ezek a büdös... gyökerek. Pedig hát mindent kiirtottam, azt hittem, de lehet, hogy itt középen maradtak akkor. Nem volt jó. Nagyon-nagyon könnyen meg lehet halni ebben a játékban. Tényleg kettőt, ha veli, mint ott 84% HP-n vagyok. És nagyon-nagyon ritka a... cumó. Mi az zsírkréta, ugye? Jó, azt oké, láttam. És akkor elviszük azt a jippet, azt elviszem. Egy kicsit olyan... leginkább egy ilyen Hammerre emlékeztet. Ugye, ne persze nagyon kezdetleges formában. De nekem úgy tetszik. És ezt el fogom vinni. Elcsórom. Remélem van benne valamennyi üzemanyag. Ó, 12%, nekem ez bőven elég lesz. Na gyors egy kis éjszakai vezetés, hazamegyünk. Jaha, ezt nem fogom tudni kivinni. Nézzük meg, ilyen gáz van. Bazd meg! Viszont ki van nődve valahol hátul is, ott ki tudok már menni. Itt ugye, itt kifér? Ki hát, jó. Megkerüljük, hogy rátérjék az útra, mert el fogok tévedni, és akkor hazamegyünk. Úgymond. Ugye a virtuális otthonunkba. Hú, jött ott már lehet, hogy zombik úgy újra termelődtek, legalább le tudjuk tesztelni, hogy... Na, hol vagyok, ja. Le tudnánk tesztelni. Azt. Hogy be tudnak-e jönni az ajtón, de szerintem nem, tök jót védve lennék. És a homokzsákokat még körbepakolgatom. Nem tudom, hogy lehet felvenni tárgyakat, például, hogy leraktam a generátort, azokat is jó lenne odébb pakolgatni, csinálni egy ilyen tök jó védelmi rendszert. Hú, de jó lenne. Elnézést. Igen, ott hol vagyunk. Egy ilyen izébe is, egy ilyen őrtoronyba is tök jó ki lehetett volna építeni a bázisomat, mármint az ilyen védelmi rendszeremet. Jó, ugye nem nagyon tudnak, az meg gyerekek, ezek itt újra respawnoltak lehet. Itt van ugye. Direkt ide jöttem egyből. Be is állok ide az autómmal. Ugye itt lakunk, aki még nem tudná, most kapcsolódott be a gameplaybe. Betezem az ajtót, és akkor körülnézünk, hogy mik vannak itt. Na, meg kidobálom az olyan cuccokat, amik nem kell. Na, jönnek ezek. Ne! Bazd meg, szétcsapta! Az ajtómat is! Kérvanyá!
Ennyi volt a létre, szétcsapta a létrámat ez a bozi. Az ajtomat is szétakarta. Ó, fiúk, lányok, ez nem fasza. Na jó, akkor kidobálom az olyan dolgokat tényleg, ami nem kell. Jó, jó, ezt is kidobjuk. Ezt kidobom ezt a hátizsákot, mivel azért, mert hogyha valami meghalok valahol, akkor itt fel tudok pakolni, hogy elinduljak, tudjátok, ahogy mondtam. Ezt is kidobjuk. Akkor ott ez jó, ez marad. Van itt minden, mind a bucsóba. Na, ez a homokzsákot ugye kipróbáljuk majd mindjárt. A kolt az, ezt kidobálok mindent, és akkor itt megmarad, ugye, hogyha elmegyek maszkálni, akkor általában ugye elveszik. Hogyha meghalok, persze. Általában ugye meghalok. Elmegyek maszkálni, valószínűleg, gyerekek, nagyon szigaptam én itt mindent. Szupi, 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 jó. Így a homokzsák tétreszt. Nem rossz, nem rossz. Egy problémám van, még mindig. Most már, inkább most már van problémám, hogy ezek a buzik, ezek nagyon szét akarnak, vagy szét tudnak itt mindent verni. Mindegy, valamilyen szinten, hogy lelassítja őket legalább. Hát sokat nem láttok, most azt csinálom, hogy lepakolok pár homokzsákot. Próbálom bunkeremet egy kicsit körül pakolni. Így. Ugye. Gyerek, szétcsapta a létrát. Nem tudom, hogy... Ó, itt az ajtóhoz kell volna a homokzsák, nem? Na mindegy, oké, rendben van. Mit csináljunk, mit csináljunk? Körül kell nézni, hogy respawnolnak-e az itemek a boltokba, de szerintem még nem. Beskúzunk. Nem hiszem, nem hiszem, túl gyors lenne. Én úgy gondolom. Mondjuk ezt itt hagytam, vagy ez milyen biz volt, ilyen romlok. Azon gondolkozok, lehet egyébként, hogy ezek újra... Ha ugyanúgy az emberek, nézzétek, ott van a zombi zsávó. Nem tudom, mennyire látható. Lőni nem akarunk, zét verjük. Baseballzütővel. Ezek is újra termelnek, ugyanúgy, mint az itemek. Szóval, úgyhogy nem lesz gond. Cuccok terén. Zsírkréta. Az mi? Ez nem volt itt, ez tudja, hogy nem volt itt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy újra termelődés van. Ebben biztos vagyok, hogy ez nem volt itt. Jó, akkor jó, akkor igazából lőszert nem is annyira érdemes gyártani, hanem úgyis lesz majd egy csomó fegyver, mert folyamatosan itt termelődgetnek újjá. Egy ilyen nagyobb városba érdemes letelepedni, csináltok egy ilyen bázist, ahogy hát nézzétek, ezek sem voltak itt ennyi lőszer, nem? Vagy, jaj, nem, ezeket én dobtam ide ki. Aha. Igaz, bocsánat. Rájöttem közben. Jó, hát én összekapok mindent egyelőre. És akkor azt akarom, most nem akarok reggel már, reggelig elmenni felfedezni, hanem azt csináljuk, hogy reggel nekiállunk kalandozni megint, jó? Yeah. Szeretem ezt a játékot, imádom. Egyébként azon gondolkoztam, hogy autót nem lehetne megjavítani. Nem lehet rá lehetőséget találni? Ezt a kannát... nem hiszem ezt a kannát. Az egy jó dolog lenne megint. Ez micsoda? Semmi? Ó, balta. Kipróbálom ezt a baltát, és lehet, hogy erősebb, mint a baseball ütő, nem? Kipróbáljuk egyet? Vagy jöjjünk már egyet, nem? Ma egyszer van itt. Ezt megnézzük, hogy... Apa, nem így. Megnézzük, hogy melyik az erősebb, majd mindjárt egy zombi. Elvileg ugye két hittel ki szoktam nyírni. Aha, itt respawnolgatnak. Baseball ütővel. Ez még jobb, mint a baseball ütő, viszont lassabban üt. Viszont egy hiteli. Na majd, még kicsit szerzünk bele tapasztalatot. Valami jó item, valami. Számítógép. Sziklálik. Köpi a sziklát a számítógép monitor. Vigyázzatok ám az ilyenre. Mi van itt? Ruha. Itt az ilyen tengerészek voltak. Vagy pedig japán téni lányok. Azoknak van ilyen matróz ruhája. Tudjátok, azok az iskolás lányok. Egyébként mindig azzal szoktam hülyeskedni. Nekem nincsen
nincs még egy előre amúgy gyermekem, mert semmi, mármint nem vagyok családos, és örökbe fogok fogadni. Ilyen, egy ilyen 18 éves japaniker part. Pizza, pizza, sehol semmi érdekes. Na, visszamegyünk akkor, és akkor... Áááá, szomjasok vagyunk, Valahol lelöptem egy juice, nem? Nézzük meg a fegyverboltot még, azt arra azért kíváncsi, hogy ez mi? Tomato. Ez paradicsom, ugye? Yeah. Csak van itt még mindig csákány, viszem a csákányt, és azért... Azért jó, hogyha több ilyen fegyverünk van. Ott a házisunkon, mert ugye meghalunk, akkor elviszük magunkkal a fegyvert, és akkor ott marad, ahol meghaltunk, és akkor valamilyen fegyverrel el kell indulni, nem lehet üres kézzel. Te síroknál... Mit mondasz? Billy fejű? Na nézzük a... Balta. Jaj! Mi a fasz? Na végre bazd meg, hát nem találta el, hát rajt volt a célkereszt, nem? Ti vagytok a tanuk. Jó, nem gond, respawnolgatnak, de ez nekem jó lesz. Ilyen XP-t is tudok farmolni, appá, Ejj! De közel jöttél, reggeledik. Vagy miért van ilyen világos, mint hogyha világosabb lett volna. Na jó, oké, jó, visszamegyek tényleg már a házba, ott meg ott a Slenderman. Úgy néztek ki, nézzétek, mint a TV, az a TV. Wow, vagy Enderman vagy mi, a izében, tudjátok, a Minecraftban. Ez az iskolatáska nem volt eddig itt. Jó, ezt is viszem. Tényleg gyűjtögető életmódot folytatunk. elnézést. Azt is van kijajolás a játékban, hát még komolyabb FPS-ekben sincs kijajolás. Ez durva, mi van itt benne? Nem tudom ezt szétverni. Baltával. Mire idegesít, hogy nem tudom szétverni, biztos szét lehet, nem? Francba sem belehet, hogy miért nem lehet. Még ilyen lámpa is tök jó lenne, hogy kivilágítanám rendesen ezt a kecót. Meg a létrát akkor ezután úgy csinálom, hogy inkább felrakom a padlásra, és akkor ott tudnék jobban héderezni. Vagyis nem a padlásra, hanem a tetőre, hogy felvedessen. Jó, oké. Volt egy juice-om. Ez az, jó. Almalé. Hova raktad? Ezt megiszom, aztán akkor kicsit... Ezelőtt is ugye szomjon haltam. Meg ugye kipakolok gyors, mert ne arra ugyatok, hogy ezzel húzom az időt. Ezt droppolom. Ezt is droppolom. Plot. De azt is kirakom, mivel ugye nem tudom még, hogy kell csinálni belőle. Valószínű, majd fogtok segíteni, legalábbis remélem egyébként. Jó, baseball ütő maradhat. Ja nem, ezek nem. Ez nem maradhat. Nem kell. De kirakom a vagy nem rakom ki a baseball ütőt. Nekem lehet, hogy valahogy jobban tetszik ez a baseball ütő. Ez a balta az a baj, nagyon lassan ütött, úgyhogy ez marad. Oké. Okay. Ezek meg jöhetnek ide. Kaja. Zseblámpa. Még egy zseblámpa. Ez megy a levesbe. Nekem még nem kell 8 zseblámpa. Még egy baseball ütő. Ez is megy le. Ez igaz, nyilak is mennek. Itt lesz egy kupac cucc, gyerekek. Na. Jaj. Micsoda rendetlenség. Mondjuk még mindig nem éljél a szobámba. Legalább rendetlenség szintjét, de azért már kezd alakulni. Oké. Okay. Jó. Van a pisztolyban. Van még egy pár lőszer, ha jól tudom. Igen, 4, ebből meg van még 9, és meg van baseball ütem. Oké, akkor reggel az lesz, hogy nekiindulunk kicsit felfedezni megint ezzel a jippel. Jó, oké, köszi szépen, hogy itt voltatok. Hogyha esetleg tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nézzetek még többet. Hello!